Már javában zajlanak a nyílt napok a Tolna megyei szakképzési centrum iskoláiban. Többek között Bonyhádon a Tolna megyei szakképzési centrum Percelmor technikum és kollégiumban rendhagyó módon halloweeni hangulatban teltek a tanórák és a nyílt naphoz kapcsolódó rendezvények. What country, what city is he connected to? Where was he? London. Reggel tartottunk egy általános tájékoztatót, amit bemutatunk először is az iskolánkat, ugye új székhelyünk van, ez is egy fontos információ sokak számára. Utána bemutattuk egyáltalán a duális szakképzés lehetőségeit, a technikum és szakképzőiskolai képzéseinket, beszéltünk a duális szakképzés előnyéről, az ösztöndíjrendszerről, a pályakezdési hozzájárulásról, és hát utána játék és formában a tanárok és a diákok bevonásával az ágazatainkat is bemutattuk. Reményeink szerint, és most pedig 4 órában nyitott órák keretében megismerhetik játékos, halloween-es feladatok keretében, hogy mi folyik a tanórákon is tulajdonképpen. 100 fölötti helyünk van, üres helyünk, tavaly is azért 96 betöltött helyünk volt, tehát azt gondolom arányában is jó vagyunk. Mind a szakképző évfolyamon, mind a technikumon több választási lehetőségünk van, nagyon sok ágazat, igyekszünk a fiúknak és a lányoknak is valamit kínálni a palettánkban. Saját készítésű ételüket kínálják a Tolna megyei szakképzési centrum Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképző iskola diákjai a Szekszárdi Piac tér rendezvénytermében megtartott nyílt napjukon. Kettőfajta olasz süteményt készítettünk ide félig. Te neked kell befejezni. Melyiket fejeznéd be szívesebben, a tiramisút vagy a pannikottát? A résztvevő általános iskolások készíthettek maguknak édességet, illetve a programok között szerepelt az olasz tésztakóstoló és a barista bemutató is. Nem véletlen a helyszín választás sem, szerettünk volna egy központi helyen lenni a városban, illetve ugyanolyan modern környezetben, amilyenben majd kerülnek a hozzánk jelentkező tanulók, reményeink szeptember 1-től, ugyanis a következő tanévet a felújított épületünkben kezdhetjük. Nagyon-nagyon modern körülmények között, megújult iskolaépülettel, megújult berendezéssel, iskolabútorral, úgyhogy azt hiszem, hogy 21. századi színvonallal tudunk szolgálni a jelentkezőknek. Erre a rendezvényre nagy örömmel és nagy kedvel készültek oktatóink, diákjaink, és úgy látom, hogy azt hiszem a képekén is látszódni fog, hogy örömmel veszik ezt a látogatók. Félkész termékeket hoztak, kedveskednek a vendégeknek, a vendégek interaktív módon bekapcsolódhatnak és befejezhetik ezeket a mondjuk cukrászati termékeket, vagy éppen kis kínáló falatkákat, illetve a turisztika területén pedig interaktív játékokkal ismerkedhetnek a szakmával. Remélem, hogy minden oktatott szakmánkból kapnak ízelítőt. Van 3 lehetőség, azt hiszem, ennyi minimum, hogy tovább tudjanak lépni a tanulóink az iskola elvégzése után. Nagyon sok tanulónk visszajön hozzánk, mondjuk egy másodszakmát tanulni. Ugye tudni kell azt, hogy 2 szakma elvégzése ingyenes, és 1 szakképesítésnek az elvégzése. 7 szakképesítést kínálunk, és ugyanezeket a szakmákat, amiket felsoroltam, felnőtt oktatásban is kínáljuk. Tehát aki nálunk elvégez egy szakmát, rendelkezik egy ágazati alapképzéssel, ezzel az ágazati alapvizsgával jogosult arra, hogy a többi szakmára rövidített időtartamra jelentkezhessen hozzánk képzésre, azaz náluk például 1 alatt lehet egy újabb technikus, vagy egy újabb 3 vagy 3 évesnek megfelelő szakmához jutni. Horváth Virág vendéglátás szervező szakon tanul az intézményben. Engem mindig is érdekelt ez a vendéglátás, szeretek emberekkel foglalkozni, mert ugye ők is mosolyognak, és itt átadni ezt a boldogságot. Maga a közösség egy nagyon-nagyon összetartó közösség. Tényleg szuper programokat szoktak tervezni, rendezni mindent, és hát a gyakorlat is ugye nagyon jól szokott, az oktatók nagyon mindent megmutatnak. Csapó Gábor, a Tolna megyei szakképzési centrum főigazgatója elmondta, novemberben tovább folytatódnak a nyílt napok. Hát azt gondolom azért nagyon nehéz helyzetben van ma egy 8-os, mert heteken, hónapokon belül meg kell hozza az élet egyik legfontosabb döntését, azt, hogy melyik középiskolában folytatja a tanulmányait. És ez nem csak érzelmi kérdés, ez a jövőről szól. Én azt gondolom, ehhez az egyik legjobb lehetőség az, hogyha konkrétan bepillantanak az iskolák életébe, szülővel együtt lehetőség van erre. Én azt gondolom, erre a legjobb lehetőség a nyílt nap. A Tolna megyei centrum mind a 8
intézménye, iskolája szervezett a múltban, és fog szervezni még az ősz folyamán nyílt napokat az érdeklődő szülőknek és nyolcadikosoknak. Aki lemaradt, az se késett még el. Van nagyon-nagyon sok lehetőség arra, hogy bemutatkozhassanak a Tolna megyei szakképzési centrum iskolái intézményei. Abban nagyon bízunk, hogy a jövőben is ilyen nagy érdeklődésre tarthatnak majd számot ezek a nyílt napok, mutatva ezzel az, hogy a szakképzés mennyire népszerű ma Magyarországon. A nyílt napok időpontjai pedig a következők. Aki az Adiba, a Szekszárdi Adi iskolába szeretne betekinteni, az november 5-én fog tudni benézni, illetve megnézni a tanórákat, megismerni az iskola képzési kínálatát, illetve lesz még januárban is nyílt napja az iskolának. November 6-án a Bezeréd iskolában lesz az iskola első nyílt napja, aki viszont nem tud ezen a napon eljönni, az december 3-án fogja tudni az iskola második nyílt napját megtekinteni. November 9-én az első István szakképző iskola tartja Pakson a nyílt napját, ők is szeretettel várják az érdeklődőket. Ugyanezen a napon, illetve november 23-án van Dombóváron az Apácai iskolánkban is nyílt nap, oda is bepillanthatnak a tanulók. És hogy ne maradjon ki Tamási, a Vályi iskolánk november 18-án és 19-én tart nyílt napot, nagy szeretettel várják az érdeklődőket. Hogyha szeretnének további információt a képzési palettánkról, akkor a Tolna megyei szakképzési centrum honlapját ajánlom a figyelmükbe, a TMSC hút, ahol minden együtt megtalálható ezekkel kapcsolatosan.